Egy földön híres fagyizóról fogok neked mesélni, amely egyben egy innovációs tanúság is lesz, hogy hogyan tudod a vállalkozásod híressé tenni, profitábilissá tenni és gyorsá tenni. Tehát magyarul az ügyfél is és te is mindannyian jól jártok, úgyhogy közben költségek csökkennek, nő a hatékonyság nő a profit. Ideális, nem? Na megnézzük, hogyan működik. Üdvözöllek a mai Sikervitaminban, amely segít vállalkozásod fejlesztésében, vagy egy új vállalkozás elindításában. Kezdjük is el! Az innovációs tananyag, amit még most akcióban meg tudsz vásárolni, abban van egy sztori, amit elmondok most neked, egy az egyben nagyon tanulságos. Az egyik legegyszerűbb innovációs és pozicionálási, tehát ötlet eszköz, az a négyes mátrix, ami azt jelenti, hogy négy dolgot tehetsz különböző paramétereivel, mondjuk egy, egy adott terméknek, szolgáltatásnak, vagy a cégnek, vagy csökkentesz bizonyos paramétereket, vagy erősítesz, vagy megszüntesz, vagy teljesen új dolgokat vezetsz be. És erre egy kiváló példa, nem messze Murautól, Najmárban, most a sem messze, a Fischer amely arról híres, hogy fantasztikus fagyikat készítenek, és méghozzá annak arra, hogy étterem mindenki fagyizni megy oda, és ennek elmondom, mi az oka. Ugye, amikor van egy fagyizód, és készítesz fagylatokat, akkor többféle ízesítést csinálsz, akkor lehet választani, hogy hányfajta gombócot kér, esetleg van műanyagtálka, hagyományos tölcsér, és ilyen édes ostya, vagy ilyen édes tölcsér és lehet még rászorni dolgokat egyebek, szóval nagyon sokféle lehet, és nagyon egyedi igények lehetnek, ezáltal nagyon egyedileg össze visszaműködnek az árak, és egyedileg kell kiszolgálnod, ami nem annyira hatékony, és sokféle módon választhatnak kisebb, nagyobb dolgokat, szóval egy eléggé vegyes. Ezzel szemben azt mondta ez a Fisher -Wirt, ami egy tó mellett van, ilyen automatából lehet etetni a halakat, óriási, ekkora nagy pontok vannak, ők azt csinálták, hogy vettek egy, gyakorlatilag egy vázát, tehát egy ekkora dolgot képzelje el, ekkora átlátszó üvegvázát, egy ilyen kis tölcsér formájú üvegvázát, nem tudom mennyi fér bele, fél liter, egy liter, és ők azt mondták, hogy ez az egyfajta fagylalt van, nincs több, tehát lecsökkentették a, a méreteket, és azt mondták, hogy viszont ezen belül csinálnak 50 vagy 60 féle ízesítést, attól függ, hogy mivel kéred, különböző fagylatokkal, saját főzésű kompotokkal, főleg erdei gyümölcs és egyebek vannak benne, de lehet exotikus kivis egyebeket is kérned. Az a lényeg, hogy minden elő van készítve, de egységes méretbe készül, és annyira monumentális a megjelenése, hogy ez a sikerélmény az, amiatt az ember elmesélés ajánlja, és ebben egy csomó tanúság van. Az egyik az, hogy egységárak vannak, legutóbb ott jártam, 50 volt, lehet, hogy most már 6 vagy 6,50. De a lényeg az, hogy egységméret van, egy képes étlapról tudsz választani. Mi az, amit csináltak? Az egyik az, hogy lecsökkentették a méreteket, és ez megszüntették a gombócokat. Tehát a méret csökkentés, gombóc megszüntetés, nincs elvitel, semmilyen nincsen, csak vázába kaphatsz fagyit, valami 50 vagy 60 félét, és ez viszont egészen spicre vitték, tehát azt képzeld el, amikor elmesélem, mindig összefut a nyál a számban, hogy fagylalt, forró kompót, van piros kompót, vagy bármiféle saját majd fagylalt, kompót, fagylalt, hab, és egyebek, de egységesen van, és mindezt úgy csinálják meg, hogy körülbelül a megrendeléstől kezdve két-három percemből kihozzák, amit nem is érted, hogy hogyan csinálják meg. És ráadásul nagyon-nagyon finom, és leraknak mellé egy ostját, amit ha megeszel, akkor egy eurót kifizetsz, ha nem, akkor pedig bontatlan fóliában visszaviszik, és nem kell érte fizetni. Mit tettek ők? Miféle paraméterei vannak egy fagyizónak például? ahogy mondtam, különböző méret, tehát lehet választani gombóc, egyebek, elvitel. A gombóc és az egy, különböző méreteket megszüntették, csak egy méret van. Elvitelt, azt megszüntették, tehát csökkentettek, megszüntettek. Mit csináltak a, a fagylalt kreációk vagy kompozícióknak a, a darabszámmal azt pedig borzalmasan megnövelték, hogy mindenki találjon valami gyönyörűt. Mi az, amit megnöveltek, monumentálisan növelték a méretet. Mi az, amit még tettek, egyszerűsítettek, hogy egységes lett a, az ára mindegyiknek. Szóval ez a négy-ötféle dolog lehet, tehát hogy valamit megnövelsz, mondjuk a típusokat, megnövelted a méreteket, vagy csökkentheted, mondjuk a, a méret. Fajtaságokat, tehát hogy hány fajta méret van, csökkentheted például azt, hogy, hogy elvitel vagy nem elvitel, vagy ostyában kérik, növelheted a minőséget olyan extra minőségre, hogy annak híre menjen. Szóval ez az a négyes, ez a legegyszerűbb eszköze az innovációs tananyagnak, az ötletbörző tananyagnak, aminek az a cím, hogy egy millió dolláros ötleted. És ez a legegyszerűbb a négyes matrix változat, erre van egy csomó példa, csomó-csomó feldolgozott példa az Aldi-tól kezdve, és majd mondok még talán egy következő időben még egy példát, amelyekből egyszerűen, de egy tisztító cégre, egy, 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 egy elkezdve, egyszerű szolgáltatásokra, szervizre, mindenre van példa ebben a tanában, hogyan tudsz kitűnni. És mit jelent ez? Egyrészt a specializálódást jelenti, tehát ők a híres fagyizók a környéken. Létrehoztak egy olyan dolgot, ami máshol abszolút nincs, tehát nem lehet összehasonlítani, se árba, semmiben, mert nincs olyan. Mert egyszerűen hasonló sincs. És ami még nagyon fontos, és erről sokat hallasz talán, az ajánlás. És az ajánlásról sokan nem tudnak egy alapvetően fontos dolgot. Azt gondolják sokan, hogy a, ha jól szolgáltatok, akkor ajánlani fognak. Egy frászt. Nem. Ez sajnos egy nagyon nagy tévedés, egy hiányosság a marketing és az értékesítés szempontjából a legtöbb embernek. Nem, nem akkor fognak ajánlani téged, hanem akkor, hogyha te egy sztorit kínálsz neki. Még egyszer? Ha te egy sztorit kínálsz neki, amit ha elmeséli, Janinak érzi magát. Tehát magyarul olyan okosságot, olyan érdekességet adsz sztoriként a terméket szolgáltatásod mellé, amit így wow, elmesél. És pontosan ilyen természetesen ez a fagyizó is, hiszen olyan vau wow érzésed van, lefotózod vele, különleges, tehát egy igazi, igazi, különleges érzést kap, és ezáltal, mivel egy sztori van körülötte, hogy mennyi féle íz kavarodik, a hideg, a meleg, a finom, ez egy sztori lesz, és ezért ajánljuk. És így jutottam én, én is ide egyébként, az egyik ügyfelünk ajánlotta, az egyik, aki házat tett tőlem, Muróban, és ráadásul valami 30-40 kilométert kellett autózni ahhoz, hogy elmenjünk Muróból, szóval legalább több mint egy fél órát. De az ember megért, megérte, és hát ha szerencséje volt kapott helyet, hanem akkor várni kell egy kicsit és sétálni a tó körül. Szóval érdemes végig hogy milyen paraméterekből áll a te szolgáltatásod, mi az, amit érdemes csökkenteni, növelni, elhagyni, vagy teljesen új elemként belevinni, és erre majd mondok egy másik példát. Na, itt a hajó vagyunk, ok, egy hajós példát majd, jó? És még egy tanúság volt ennek a mai sztorinak, hogy mikor fognak ajánlani, akkor, hogyha olyan dolgot mondasz, vagy mutatsz neki, amit érdemes elmesélni, mert ettől okosnak tűnik. Ekkor fognak ajánlani, ekkor van hírértéked, ekkor mesélik el. És ha szeretnéd ezt a tudást, ezt a teljes tudást megszerezni, akkor azt a videó alatt kattintsál rá az 50%-os kedvezménnyel erre a bizonyos tananyagra, ami egy 6 órás, azt hiszem 6 óra, 6 5 vagy 6 óra tananyag, töményen tele példákkal, de nem csak nagyjal, mint az Aldi és egy csomó más eset, hogy hogyan nőttek nagyjá, nyilván kicsibe kezdték ők is, hanem az, hogy hogy egyáltalán egy egyszerű cég, aki szolgáltat, aki szerviz szolgáltat, vagy, vagy patyolat jellegű szolgáltatást csinál, vagy kereskedik, vagy speciális termékkel foglalkozik, nagyon-nagyon sok kisvállalati példa is van. Tudod, a legtöbb tananyagokban, a legtöbb könyvekben mindig a nagyokkal, az IBM és egyebekkel, és az Apple meg ilyen példákkal jönnek marketingben és pozicionálásban. Én szándékosan kicsi Kicsit cégek példáit szedtem össze, és mutatom meg azt, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Úgyhogy javaslom neked, hogy vedd meg ezt a tananyagot, és olyan ötleteket fogsz tudni fejleszteni, amivel kitűnsz a többiek közül. És nem az lesz, hogy egy kicsit jobb, egy kicsit ez, egy kicsit az, hanem tízszer jobb, és teljesen más, mert ha azt mondom, hogy véletlenül zárva lenne, vagy tele lenne ez a Fishervért, hogy hol megyünk fagyit enni, tudod mi az érdekes? Azt mondom, hát ha a Fishervérnél nem lehet, máshol pedig nincs jó, akkor inkább most nem eszek fagyit. Ez az, ami különleges. Ez amit neked érdemes elérned, és ehhez van a tananyag. Úgyhogy bedd meg most. Én azt gondolom, hogy nem tűnik olyan szexinek, mint sok ilyen divatos téma, mint Facebook egyebek, de ma az egyik leghasznosabb anyag lehet számodra, amin szisztematikusan dolgoznod kell, és ez a négyes mátrix, ez a legalapvetőbb. Ettől sokkal továbbfejlesztett, a Scampertől elkezdve az összes tudományos elmélet össze van foglalva, Magyarországon abszolút hiánypotló, pont amint ez a fagyi hasonlót nem tudsz találni ma Magyarországon, és ez a cél, ez a cél nekem, hogy egy olyan céget hozzá létre, olyan ötleteket szedjél össze, amihez hasonló nincs. Akkor leszel egyedi, akkor leszel sztori, akkor fognak hozzád menni az ügyfelek, akkor lesz az, ami nekem a fagyinál, hogyha a Fisherville zárva van, akkor inkább nem eszek fagyit. Magyarul, hogyha akarnak valami terméket tőled, és te nem vagy elérhető, akkor inkább nem, eszel, nem mennek máshova. Ilyen nálam az ingatlan. Sikerült elérnem azt ezen technológiákkal, amit itt ebbe a tananyomban látsz egyébként, hogy nagyon sok ügyfél van, a paradum, csak magával vagyok hajlandó megvenni az ingatlan. Ha most nem ér rá, vagy nyaral, pont egy ügyfél volt, egy nagyon kedves ügyfél, akkor inkább megvárnám az ingatlan megtekintés, önnel akarom megnézni, önben bízom. Ezt kell elérned. Ez van benne a tananyagban. És tudod, a másik dolog az, hogy nagyon sokan segítenek abban, hogy ötleteket adnak elmondanak módszereket, de hogy hogyan valósítsd meg azt a zseniális egymillió dolláros ötletet, azt a legtöbbször senki nem árulja el, mert magát a technológiát lehet, hogy maga se tudja. Én azért tettem különlegesé -e ezt a tananyagot, mert ebben benne van, az, hogy hogyan valósítsd meg, hogyan hozd létre a prototípust, hogyan terveznek a folyamatot, és hogyan valósítsd meg, és hogyan védjed meg attól, hogy ellopják. Mindezt megtalálod benne. Egy olyan tananyag, amit érdemes négyszer, ötször legalább feldolgozni pár hónap eltéréssel, hogy tényleg kiteljesedjen benned nem csak a tudás, mert ez nem csak tudás, ez egy mindset, egy gondolkodás. Olyan, mintha fölvennél egy újfajta szemüveget, ez a tananyag, és onnantól kezdve a világot másképp látnád, mint egy röngen szemmel látnád az okokozatokat, tudnád, hogy mit hogyan lehetne jobbá tenni, vagy mit lehet belőle tanulni, mit lehet ellesni. Mert a legnagyobb trükk, amellett, hogy tudományosan tudod fejleszteni az ötleteidet, az az, hogy ellesel más iparágokból máshonnan szorikat. Mondok a következő videóban erről egy érdekes történetet, ami hajós. Sok sikert kívánok neked! Vedd el most a tananyagot, és azonnal elkezdheted a fejlődést. Sok sikert!